Minister, miljen cilj je prišel v Lenti in milenj o rezultatih lahko beszamolni? Látogatásunk során szerettünk volna megismerkedni a jó gyakorlatok példájával, új ismereteket szerezni arról, ami itt Magyarországon már bevált, ugyanis Szlovéniában szeretnénk minél több megújuló erőforrást használni fejlesztési célokból, és emiatt ez a látogatás nagyon hasznos volt, hiszen számos olyan hasznos információt kaptunk, ismerkedtünk meg új dolgokkal Magyarországon, amik a jövőben Szlovéniában és hatékonyan a hasznunkra lehetnek. Miniszter úr, hogyan látja a két ország együttműködését, mind regionálisan, mind országosan? A szlovén köztársaság és Magyarország között kitűnő mezőgazdasági téren az együttműködés. Erről tanúskodik az is, hogy a mai nap során a budapesti Egy a természetért című világkiállításon találkoztunk a magyar mezőgazdasági miniszterúrral és magyar kollégámmal is. Példa értékű az együttműködés a két ország között, európai szinten is, hiszen hasonlóak a kihívások amelyek előttünk állnak, az egyes régiók előtt is hasonlóak a kihívások, amelyekkel szembesülnünk kell. Ezért is külön öröm számomra, hogy a mai találkozón itt volt velünk Lendva község polgármester ura is, ami szintén ránul tanúskodik, hogy regionális szinten a községek, a régiók kistérségek között is nagyon jó az együttműködés. Hol tart jelenleg a beruházás megvalósítása? A beruházás záró szakaszában tartunk. Elkészült a komplet fűtési rendszer, a két kút már nem is látszik, tehát a helyére a gépházak és a kezelő szervek kerültek megtörténtek a nyomáspróbák, bemérések, kuthozamok mérése, szerencsére a terveknek megfelelően alakult minden, mint a hőmérséklet, mint a kuttalp mélységek, 1480 méter mélyek a, a kutak, mindkettő a termelőkut és a visszasajtolókut is, a hőfok is megfelelő, és elkészült itt a telephelyünkön, most pont itt állunk a visszasajtolók kutnál, itt körülbelül olyan 40 fok celsius érkezik vissza az elhasznált víz, és itt kerül visszasajtolásra ugyanabba a talpmészségbe, amiből kinyerjük, így biztosítva az energiakörforgását. Mikor kezdheti meg a rendszer az üzemszerű működést? Terveink szerint egy hónapon belül megvalósulhat ez, egy próbaüzemet kell tartanunk, apróbb technikai dolgok vannak még vissza, ahogy ezek elhárulnak, úgy gondolom egy hónapon belül működőképes lesz a rendszer.